Drámai következményei lehetnek az orosz-ukrán háborúnak nem csak Európában, hanem a közel-keleten és Észak-Afrikában is. Az Oroszországban és Ukrajnában megtermelt gabona hiányozni fog, és hogyha nem lesz mit enni, vagy csak nagyon-nagyon drágán lehet majd hozzájutni alapvető élelmiszerekhez, az erősítheti az elvándorlást. Itt van velünk Szájfó Omára Migráció Kutató Intézet vezető kutatója. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! háború nélkül is van baj ezekben az országokban, volt is háború, ugye Szíriában, hogyha jól tudom, a legutóbbi felmérések szerint az 50%-a a lakosságnak munka nélkül, és a Vöröskereszt szerint 90% mély szegénységben él a lakosság közül, és Libanonban se olyan rózsás a helyzet, például most csak két államot mondtam, szóval ott van baj, mi a helyzet most ezekkel az államokkal? A gazdasági helyzet ezekben az országokban a Covid előtt sem volt jó, de azóta sokkal többet romlott, mint amit bárki előre gondolhatott volna. Azt látjuk, amit a migrációs számok nagyon jól mutatnak, hogy az Európába illegálisan érkező migránsoknak hozzávetőleg 50% a közelkeleti, illetve észak-afrikai, ezen belül csak 17% a szíriai. Szíriában is tudjuk, hogy 2020 márciusában elhallgattak a fegyverek, leginkább a romló gazdaság az, ami miatt az emberek most eltávoznak az országból. A maradék 10-10-10 százalék 10, 10 viszont algériai, marokkói, tunéziai, ezekben az országokban nem is volt konfliktus, a gazdaság viszont nagyon katasztrofális állapotban van, és a helyzet az, hogy nem is igazán optimisták az ott élő emberek. Az olaj- és gázkincsekkel nem rendelkező arab országokat emeli ön ki a tanulmányában, amelyet a témában írt, és akkor még ide talán ugye azt, hogy azért ne felejtsük el, hogy Oroszország és Ukrajna a világ gabona, importjának a, negyven, a, a, negyedét adja, bocsánat, a negyedét adja, és hát ebből a szempontból is azt írja ön ebben a tanulmányban, hogy itt nagy baj lehet ezekben az arab országokban. Miért? A közelkeleti országok közül a szerencsésebbek, például Tunézia, illetve Egyiptom képesek a saját gabona, hogy elsősorban búza szükségletüknek az 50%-át fedezni, valahol viszont szinte semmit nem képesek termelni ezek az országok, adott országok. Azt kell látni, hogy az országoknak Jelentős része valahol 80% ez az arány, de a legalacsonyabb arány is inkább a kétharmada. Oroszországból, illetve Ukrajnából szerzi be a gabona szükségletét. Azt látjuk, hogy a gabonának a világpiaci ára teljesen elszállt. Ezekben az országokban viszont a társadalmi stabilitásnak az alapját az adja, hogy az egy adott kormányok az üzemanyagnak, a, az energiának általában, illetve a búzának az árát, tehát a kenyérnek a piaci árát nagyon erősen támogatják. A kérdés most az, hogy az egyébként is nagyon súlyos gazdasági válsággal küzdő kormányok milyen mértékben lesznek képesek a mostani világpiaci árak mellett, fenni fenntartani ezt a hát egyre kevésbé bőkezű támogatási Kiszolgáltatottak? Rendszert. Ebből a helyzetből külföldnek ezek az arab országok? Teljes mértékben kiszolgáltatottak, nem is csak úgy általában külföldnek, hanem a világpiacnak, hiszen ők is a világpiaci áron vásárolják meg ezeket a terpényeket, amikkel a saját lakosságukat ellátják. Társadalmi szinten milyen hatása lehet ennek az egész helyzetnek, a még jobban elharapodjuk? Persze ne fessük az ördögöt a fel, és bízunk benne, hogy ez rövid, hosszú távon megoldódik ez a helyzet, de milyen helyzetbe kerülhetnek ezek a bizonyos arab migráns kibocsátó, vagy migráció kibocsátó országok? A Történelem pontosabban a közelmúltnak a tanulságai nem adnak okot optimizmusra. Azt látjuk, hogy a 2001-es Arab tavasznak nevezett felkelés sorozatnak, amiből aztán lett a 2015-ös migrációs hullám, és elsősorban a 2008-as gazdasági válság volt. Tehát a 2008-as gazdasági válságnak a következményei, tehát az, a, az energiahordozók árának a növekedése, a gabonárának az emelkedése, amiben természetesen klimatikusokok is közrejátszottak, illetve a külföldi tőkének az elmaradása okozta azokat a folyamatokat, amik az arab tavaszhoz, illetve a migrációhoz vezettek. Most azt látjuk, hogy az, ezeket az országokat sokkal rosszabb állapotban érte ez a mostani háború, és ennek a következményei, mint annak idején az, a világgazdasági válság. Tehát optimizmusra ilyen téren nincs ok. Azt látjuk azt szintén, hogy az adott rezsimek megerősítették a hatalmukat, egyfajta autoriter visszarendeződés történt Egyiptomban, autoriter átrendeződés zajlik éppen Tunéziában, Szíriában vérbefolytották a felkelést. A társadalom, a társadalmak elfáradtak, tehát a társadalmaknak nincs erejük arról, hogy szembeszálljanak a saját vezetőikkel, helyi szinten vezessék le a feszültségeiket, marad a migráció, marad az, hogy eltávozzanak az országból. És ha már itt tartunk, hogy marad a migráció, folyamatosan zajlik mindenfelől, a tengeren is, szárazföldön is, és akkor itt van Európa kapuja, kis -Ázsia, Törökország, ahol 4 millió menekültnek az elszállásulásáról gondoskodik Törökország, szóval ez se egy Túl biztató helyzet most. És tegyük hozzá, hogy Törökországban a turizmusnak hozzávetőleg harmadát oroszok, illetve ukránok teszik ki a vendégészakáknak harmadát. Ez a bevétel most valószínűleg el fog maradni Törökországban is. Törökország is nagy importőre a gabonának, Törökország szintén importőre a nyersanyagnak, és Törökországban 2023-ban választások jönnek, a társadalom pedig így is nagyon nehezen viseli azt a tehertételt, amit a menekülteknek a jelenléte. Közel 4 millió menekültről van szó, amit az ő amit ők jelentenek az adott társadalmakra. Mindezt erősíteti azt a helyzetet, amiről beszéltünk az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy az arab fiataloknak a fele, ez olyan 100 millió ember lehet, az elindulhat, és ők, ők a kifejezetten gazdasági bevándorlók, akik a szegénység miatt, vagy a munkahely problémák miatt, az állástalanság miatt nem tudnak helyben maradni, tehát külföldön akarnak szerencsét próbálni. Mi lesz, ha ők elindulnak, el fognak indulni, vagy elindulhatnak ezek miatt a hatások miatt, amiket Említettünk. Az arab társadalmak 70%-a fiatal, a fiatalok körében a munkanélküliség pedig mindenhol hozzávetőleg 30%-on van. A kedv az megvan, 2020-as felmérés szerint valóban az arab fiataloknak a fele el szeretne távozni az országból, országából. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy el is távozik az adott kormányoknak. Nagyon komoly megállapodásaik vannak különböző európai országokkal az illegális migráció visszaszorításáról, viszont látni kell, hogy ezek a kormányok sem tudják a végtelenségig elviselni a társadalmi nyomást. Tehát itt Európa számára az egyetlen megoldás az, hogyha a zsebében nyúl, és ezeket az adott rezsimeket gazdaságilag továbbra is érdekelté teszi abban, hogy visszatartsák a tömegeket. Én csak ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, ugye az európai gazdaságok vagy állam próbálnak először saját magukon segíteni, és hajuk ne fogva kiúzni magukat a jelenlegi helyzetből. Kérdés az, ha már itt tartunk egyébként, hogy tudják-e ellensúlyozni az arab országok, akár belső intézkedésekkel, hogy meggátolják a migrációt, vagy hogy a lakosság további elszegényedése? vagy mindenképpen szükségük van külföldi segítsége, külföldi forrásokra, pénzre. Külföldi forrásokra mindenképpen szükségük van, Itt és itt nem csak Európára lehet gondolni, hanem a gazdag arab országokra is, az energiahordozóban gazdag arab országokra, amelyek most ennek eddig a válságnak. Nem Egy az De a sokszor nem. felteszik a kérdést a migráció kapcsán, hogy miért nem segítenek az arab országok, hiszen első biztonságos országként sokan ott vannak azok mellett, az országok mellett, ahonnan elindul a migráció. Ez így van, egyébként nagyon mélyen a zsebükben nyúlnak a gazdag arab országok is. Azt látjuk, hogy az egyiptomi gazdaság tönkre menne a szaudi támogatás nélkül. Azt látjuk, hogy a Jordániában lévő hozzávetőleg 800 ezer szíriai is éhen hal, hogyha a szaudiak a, segély, a segélyüket nem folyósítanák, illetve az emirátusok beliek is. Tehát itt nagyon komoly hozzájárulásról van szó, ennek a fokozására lenne szükség a jövőben. Szájfó, már köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. További szép estét kívánom. Köszönöm szépen.